Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a mérleg jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást. A díjam az 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Itt a közeledben megjelenik a lelki társad, persze ez a férfi utal a férfiakra is. A fejetek fölött lévő kártyák jelentik a gondolatokat. Nálad megjelenik itt a vita, a veszekedés, a félreértések. Lehet, hogy ő bántott meg téged, vagy valaki a környezetedben, hiszen itt van a közelben a ház, az lehet a család, vagy a szomszédok, de ez elmúlik, hiszen itt van a sarló, és a sarló elvágja ezt a témát, vagy ezeket a gondolatokat. Persze a sarló az utalhat válásra, vagy az is lehet, hogy elküldtek a munkahelyedről, és ez foglalkoztat téged itt a gondolatban. Nem érzed túl jól magadat jelenleg. Az ő feje fölött megjelenik a könyv, ami utalhat tudásra, tanulásra, vagy a nyitottságára, hiszen a könyv ezúttal nyitott. És itt a könyv mellett a nap megvilágít bizonyos dolgokat, tudtok tisztázni valamit. Kettőtök között itt vannak a halak. Ezek lehetnek pénzügyi dolgok, vagy utalhat a munkahelyre, de jelentik a belső értékeket, az elismeréseket is. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét, február hónapban itt látható a fa. Jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a párkapcsolat, ez lehet a lakhely is. Itt a fa jelenti a gyógyító erőt is. Ha valaki beteg a környezetedben, akkor javul a helyzet, itt van a szerencse. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, akkor a levél utalhat szerződésekre, itt van a szerencse, az utak jelentik a döntéseket, hogyan tovább, melyik irányba, vagy egy jó hír, egy jó szerződés útban van hozzád. Itt a könyv jelenti a tudást, a tanulást és az ő nyitottságát. Bizonyos dolgokat meg tudtok beszélni, hiszen a nap ezt megvilágítja, kiderül az igazság. És mindaz, ami megbántott téged, az elmúlik, hiszen a kasza ezt a kártyát eltávolítja. Második hét, február hónapban itt látható. Ez a torony jelentheti azt, hogy szeretnél valamit megnagyobbítani. Vagy utalhat egy hivatalos dologra, vagy egy bírósági ügyre. Itt lesz egy jó kimenetel. Itt látható a remény ehhez, és a kislány utal egy új kezdetre, vagy jelenti az ártatlanságot. Ez a kép utal utazásokra is, külföldi kapcsolatokra. Esetleg egy belső útra, egy lelki kapcsolatra. Lesz kapcsolat kettőtök között, a gyűrű jelentett szerződéseket is, és ez a virágcsokor jelenti a szépségedet, egy szép környezetet, vagy egy kellemes meglepetést, egy meghívást, egy ajándékot. Ami kettőtöket összefűz, azok a halak, ezek jelentetik az anyagiakat, de a belső értékeket is, hogy ő értékel téged. Itt együtt ki tudtok építeni valamit. Sőt, ha vannak olyan tervek, hogy szeretnétek venni egy házat vagy egy lakást, itt van a szerződés, és láthatóak az anyagiak. Sőt, itt a gólya jelenthet költözködést is.
harmadik hét, február hónapban itt látható fontos beszélgetések, itt a csillagok szerencsét hoznak, itt van az életerő, de ez a medve jelenthet valakit, akinek szava van, mint például a főnököt, hiszen itt van a munkakártyája a medve mellett. Ez lehet egy új kezdet, amire a gyermek utal, vagy lehet, hogy gyermekekkel dolgozol, és itt a főnököd meg van elégedve veled, hiszen itt a szerencse, a jó hír, a beszélgetések. Ez a kereszt jelentheti a hitedet, vagy fontos találkozásokat, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy jelenthet egy döntést, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. A gólya jelenti a változásokat, ezzel a kulccsal lezársz valamit, egy időben kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek. A gólya és a gyermek így együtt, illetve a közelben jelentheti egy kisbabának a születését is, vagy nálatok, vagy a környezetedben, a családban. Utolsó hét, február hónapban itt látható a felhő jelent bizonyos dolgokat, ami átláthatatlan, ez kihat a kutyára, vagy egy cicára, de jelentheti a baráti kört, az ismerősöket, esetleg a hűséget. Itt ez a szív utal a szerelemre, a párkapcsolatra, itt tisztázódik valami, megjelensz a nyilvánosságon, megkapod az elismerést, valaki útban van hozzád, de azért légy óvatos, mert a ravasz róka jelentheti azt, hogy ez a személy, aki közeledik hozzád február végén, az egy hamis személy. Amit a róka még jelentett, rossz döntések így február közepén, február végén, de itt vannak az egerek és segítenek, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és az már nincs ott. Tehát a hamisságot eltávolítják az egerek. Egy új kezdet, egy új irány, vagy egy fontos döntés az elhúzódhat március elejéig. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!